Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Széchenyi Könyvtár már negyedik podcastkárt hallgathatják. Most egy olyan speciális témával fogunk foglalkozni, amely elég vizuális, hiszen egy kiállításról fogunk főleg beszélni. Vendégünk Galdag Mária, a Essencia című kiállításónak a belső építésze, és Elbe István, aki már 32 éve itt dolgozik a könyvtárban, és az egyik kurátora a kiállításnak. Már 2018 óta, már a Korvina kiállításunk óta fontos szerepet játszik a könyvtár külső és belső megjelenítésében. Akkor is sikeres Korvina kiállításon voltunk túl, majd a olvasótermek is megújultak, a Zilci műelmék könyvtárt is megújítottad. Hogyan kezdődött az, az egész kapcsolat? Mi volt az első benyomásod, amikor ide beértél a Széchenyi könyvtárba. Üdvözlök mindenkit, nökvöm a röviden összefoglalni erről egy kis gondolatot. A korvinak kiállítás előtt keresett meg valaki, hogy itt készülődik egy ilyen kiállítás, és hogy én úgy tudja, hogy ilyenekkel foglalkozom, úgyhogy én küldtem fotókat korábbi munkákból. Én előtte nagyon sokféle kiállításon dolgoztam, kulturálison és, és kereskedelmin is, és megtetszett a az akkori szereplőknek az az anyag, amit én küldtem, úgyhogy készítettem egy, egy koncepciótervet a kurátori, Zsupán Edina kurátori anyaga alapján, és akkor a zsűri úgy döntött, hogy ezzel szeretnének tovább menni. Edina is nagyon boldogan ezt az irányvonalat támogatta, és akkor ez egy, sikeresnek mondható kiállítás volt, azt hiszem létszám, látogatói létszám szempontjából is, és elég komoly hírverést is kapott, és én ezt beneveztem egy nemzetközi design szervezethez, ahol kapott egy bronz díjat, és amikor ezt a, ennek a publikálását engedélyeztetnem kellett az intézményen, Rózsa Dávid akkor lett főigazgató, és nagyon örömmel és készségesen írta alá a publikálási anyagokat, és aztán abban maradtunk így e-mail levele, levélváltásban, hogy ha lesz valami, akkor, akkor ő jelentkezne, mert hogy hát ez tök jó. És akkor így lett. És onnan elkezdtünk egy közös munkát, és ez hál' Isten a mai napig tart. István, neked tetszett a korvinak Abszolút. Hát ezek olyan 30-40 évente megrendezett korvinaki tehát ez most éppen időszerű és aktuális volt szerintem remekbe szabott volt, ami az interjöröket illeti, ami a, hát a hozott anyagról nem is kell beszélni, az önmagáért beszél. Én egy kicsit a reklámot keveseltem, a hírverést. Főleg akkor, amikor a Facebook csoportokban ilyeneket olvastam, hogy ti hallottatok erről a kiállításról, szóval titokban csinálták. Tehát, hogy nem volt elég a, az a hírverés, viszont a korvi nagyon magát el tudja adni. Tehát való igaz, hogy a karácsony tájékán el aztán januárban főleg már tömegek jöttek, mert egyszerűen elterjedt a híre, hogy itt micsoda hogy nagyszerű kiállítás van. Az eszencia kiállítás hírverésével elégedett vagy? Azzal igen, igen. Az volt a közös munkátok, ugye István a gyarapítási és állomány nyilvántartó osztály Erli dokumentum anyag referense, és hogy került bele kurátorként az eszencia kiállításba? Hát engem szerintem Sudi javasolt, Sudár Anna Mária, én megvallom őszintén, hogy olyan mértékben nem akartam volna belépni, ahogy aztán végül sikerült. Én inkább ilyen háttér ötletadóként szerettem volna fellépni, de hát végül is a főigazgató hivatalosan is felkért, hogy legyek társkurátor ennek a kiállításnak. Úgyhogy, hát, minden ötleted megvalósult? Nem. Ez egy közös munka volt. Az ötletek is közösek voltak, bedobtuk a nagy közösbe, és hát természetesen volt, ami megvalósult, volt, ami kuka, de hát ez, 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 ez ilyen, ez a műfaj, ez a természetes dolog. Tehát én merem remélni, hogy a legjobbak megvalósultak. Ahogy az elején is mondtam, egy speciális, hiszen hangot hallgatnak autóban, vagy otthon, vagy bárhol a hallgatóink. Már jön és Mondd el, hogy hogyan néz ki az a kiállítás. Amikor bejövünk a Széchenyi Könyvtárba, a Budai Várba, mit lát először? Mi az az első, amit, amit a kiállításba beillesztettél? Én előtte egy mondat erejéig visszakapcsolnék Istvánhoz, hogy én nagyon örülök, hogy ő is része volt a csapatnak mert hogy ő rengeteget tud erről az épületről, és itt, mivel ez a kiállítás az épület egyébként is használt belső terében jött létre, itt nagyon fontos hasznos tudásokat kaptunk az Istvántól, és így van, ahogy ő mondja, ez egy ilyen ötletbörze, szoktam idézni egy volt régi főnökömet, aki mindig azt mondta, hogy a brainstormingból, hogyha 10% megvalósul, az egy nagyon jó sikerráta, és nagyon inspiráló az itteni kollégákkal együtt dolgozni, mert mindenkinek nagyon mély tudása van a saját szakterületén, és, és most már úgy érzem, hogy ilyen jó partnerségbe tudjuk ezt működtetni, hogy érték és elfogadják, hogy lehet, hogy én tudom azt láttatni, amit ők szeretnének megmutatni. A kiállítás elindul az 5. emeleti főbejáratnál, ahol egyből, me egyből megmutatjuk, hogy a, ez az intézmény, ez két nagyon komoly gyökérre, Támaszkodik, két gyökérből táplálkozik a mai napig. Az egyik az, amit a Széchenyi Ferenc hagyatéka, aki a könyvtár alapító, és aki a könyvgyűjteményét az intézmény alapításkor adományozta. Másrészt összeköthető a Korvina Könyvtárral is, hiszen helyileg is itt volt, és hát mai, a mai napig őriz a könyvtár korvinákat. Tehát ezt ezzel azonnal a bejáratnál, ezzel az ismerettel szembesítjük a látogatókat, és ez borzasztó fontos, mert itt rengeteg turista is jár a környéken az oroszlános udvarban, és gyakran bejönnek, és így nem értik, hogy mi ez az intézmény, mi van itt. Én konkrétan találkoztam itt brazil turistákkal, akik itt nézelődtek, hogy most akkor itt mi van, és nagyon boldogan nézték meg azt a Széchenyi könyvszekrényt, amit István segítségével telepítettünk a hatodik emeletre. Tehát van erre igény, jelentős igény. És ezen kívül, a, a, ahogy beérünk az ötödik emeletre, a jobb és baloldali hosszú folyosókat tudtuk használni, illetve van a, az ötödik emeleten egy olyan kiállítói tér, ami régóta kiállítói térként működik, de azt is megújítottuk. Az most a három nemzeti alapműnek, a himnuszózat nemzeti dalnak a emlékhelye, vagy erekje A két hosszú folyosón pedig egyrészt az Európa elga alatt kiállítás van, ahol magyar Magyarországot hogyan látták Európában, témákkal foglalkozik a kurátor. A másik oldal pedig egy kávéházi hangulatot idéz, hiszen ott van a könyvtár büféje. Itt pedig egy fotóválogatás van Földesi Ferenc jóvoltából, aki Babics feleségének, Török Szófinak a fotóit válogatta össze arról, hogy a század elején hogyan mulattak a magyar költők, írók, hogyan túráztak, ebédeltek, élték a szociális életüket. Ez egy rendkívül izgalmas, látványos kiállítás, illetve kéziratokat és leveleket is találunk kinagyítva, és nagyon érdekes beleolvasni az akkori beszélgetésekbe. Gyakran azt gondoljuk, hogy ez akár most is elhangozhatnék itt a házban. Ötödik emeleten kicsit menjünk át isvához, Van két része a ötödik emeletnek a bal van egy szekrény, egy speciális szekrény, a jobb oldalon pedig egy klassz fotóválogatás. Az utóbbival kezdeném. 1991 óta dolgozol már a Széchenyi Könyvtárban, 32 éve. Mikor kezdődött neked ez a vonzalom a könyvtár történetéhez? Ez egy kicsit korábban, még középiskolás koromban, egész pontosan 16 éves koromtól tudom biztosan, hogy könyvtáros szeretnék lenni. Ez valami betegség, ami így nem múlt el vagy lehet így mondani, csúnya szóval voltam inkább egy hivatás, ami elkapott akkor. Már az otthoni magánkönyvtáromat is állandóan rendszereztem, átpakoltam, átszámoztam, tehát ez, ez, bennem volt. Úgyhogy amikor áttelepültem Magyarországra, Kolozsvárról, akkor hát nem volt kérdés, hogy könyvtárba szeretnék dolgozni. Mondjuk akkor még végzettségem nem volt, tehát középiskolát végeztem Kolozsvárt. És a Széchenyi könyvtár volt az első hely, ahol fel is vettek. Ez nem volt ritkaság számba menő. A könyvtár sok határon túli magyart is alkalmazott, hiszen a küldetés küldetéstudata a könyvtárnak mindig is a Kárpát-medencére vonatkozott. Tehát ugye a hungarika gyűjtés eleve meghatározta. Úgyhogy hát mondhatni, hogy viszonylag könnyű volt ide a felvételem, és hát a szakmai tudást, ami a tanulmányokat életi, az egyetemit, azt már mind munka mellett végeztem levelezőin. Igen, tehát a jobb oldalán, hogy beérkezünk a kiáltásra, megtapasztaljuk Széchenyi Ferencet, két nagy kreatívan, minek nevezhetjük ezt, és akkor jobb oldalon van egy fotó válogatás. Ez teljesen a, a, rád volt bízva, itt volt kompromisszum, akár a belső építészel, akár a többi kurátorral. Szerintem nagyon jól kégésztettük egymást. Nekem az volt a feladatom, hogy fotokat válogassak, a belső építész pedig a design része, tehát hogy hogy nézzenek ki ezek a fotok, melyik legyen nagyobb, melyik kisebb, és szerintem teljesen jó alakultak a méretarányok, a nagyítások is. A fotók azok adták magukat, ugye a, van egy OSK fototörténeti gyűjtemény, abból kellett válogatni több száz, több ezer fotóból. Hát lényegében azt mondom, hogy életképek a korábbi OSK-ból, még a Nemzeti Múzeum idejéből. Én ezt úgy szoktam mostanában mondani, hogy ugye eleve az osk történeti kiállítás, állandó kiállítás is megújult, és része lett ennek a nagy eszencia kiállításnak ott az ötös folyosón. Ott, amit láthatunk térben, ugye azok a bútorok, amiket használtak lenne a Nemzeti Múzeumban, tehát a könyvtár használta. Most a, ezekkel a képekkel megelevenednek ezek a bútorok, tehát visszaköszönnek adott esetben az olvasó természék, de úgy, hogy olvasókkal van tele a terem és a, a munkaszobák is, tehát kettő egy kicsit így ilyen egymással kiegészül. Említetted a vers haza kiállítást, és előtte van egy szekrény. Ezt hogy kell, hogyan képzeljük el? Van egy megbeszélésetek, és akkor fölmerül, hogy van egy kosult szekrény, amire Isten nem soká fog is bővebben beszélni, és akkor azt mondják neked, hogy légy egy helyezd el valahol. És akkor neked van ötleted, vagy ők ragaszkodnak egy bizonyos helyhez, még mindig az ötödik szinten vagyunk a könyvtárban. Szokott jönni ötlet arról is, hogy hova tegyük és ez teljesen helyes, hiszen tartalmilag a kurátorok tudják, hogy mi hova kapcsolódik. És ha én azt úgy látom, hogy az, az úgy vizuálisan is teljesen rendben van, és technikailag is megoldható, mert nem mindig azért van esetleg változás, mert én azt gondolom, hogy úgy kéne, hanem vannak technikai követelmények, amiket teljesítenünk kell mindenféle elektromos és IT csatlakozásokat kell oda vezetni bizonyos eszközökhöz, tehát ezek is úgymond korlátok, de az az érdekes, hogy egy idő után ezek a korlátok valahogy segíteni szoktak, mert mindig ott alakul ki a jó hely, ahol egyébként a technika is megvalósítható, tehát előbb-utóbb valahogy minden a helyére kerül, mint egy ilyen puzzle-ban, tehát hogy ez egy ilyen beszélgetés eredménye, igen. Hogy, és az előbb én kifelejtettem valóban az ötödikről ezt a könyvtár történeti falakat, és akkor ide tényleg kapcsoljuk azt a, azt a részt is, amiről beszéltél, István, a bútorok, meg a szemközti hosszú érintőképernyő, mert tulajdonképpen az volt az első olyan elem, ami kiállításként bekerült az ötödik emeletre. És ott azzal indultunk el, hogy, hogy, ahogy a könyvtárak digitalizálnak, lassan tűnnek el a katalógus szekrények. És ez egy kicsit ilyen, ilyen geg, vagy, 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 egy gondolati összekötés, hogy mi egy érintőképernyőn jelenítettük meg a katalógus szekrényeket, meg a katalógus füleket, és ezeket a katalógus füleket kivisvittük a kiállításba. Először a vershazába, ott viszonylag sűrűn vannak, és aztán minden terület, ami most az essencia kiállítás kapcsán beépült, ez ezekkel a katalógus fülekkel indul, végződik, ezzel keretezünk, illetve akár ott lent a fotók elhelyezésekor, mintha ilyen katalógus dosszékból húznánk ki dokumentumokat, tehát ez az, ami összeköti vizuálisan ezt az egész kiállítást. És így, így épül össze a, a régmúlt, a közelmúlt és a jelen tulajdonképpen. Tehát az ötödik szinten vagyunk, megnéztük már a himnuszt, a szózat és a nemzeti dal nemes másolatát, néha eredetében is kiállítjuk a, a, kiállításon, és előtte van egy szekrény, ami, aminek onnan indul a története, hogy kosút elment angol tanulni. Mi történt? Hogyan lett ebből egy kosút szekrény? Erről nagyon hosszan tudnék mesélni, megpróbálom nagyon rövidre fogni. Először is azt, hogy hogy került oda az a szekrény, tehát ez egy könyvtartó téka tulajdonképpen. Shakespeare összes műveit tartalmazza, és maga a könyvtartó téka pedig Shakespeare szülőházát mintázza, és ezt kosut kapta ajándékba valóban Angliába, a tisztelőitől vagy hódolóitól lehet így mondani. Előszörben elmondanám az elhelyezést, tehát eredetileg ez a könyvtartó szekrény, ez fönt volt a hetedik szinten a katalogus térbe. Most került le ide az ötös szintre, lényegében e, szerves részévé vált az eszencia kiállításunknak, illetve egy fajta összekötő elemévé a vershaza kiállításnak és az Európai Ege alatt című kiállításnak, tehát nem véletlen a helye, ez nagyon jól, Mária nagyon jól kitalálta azt a helyet, technika is segített, hogy ott, ott volt a technika is, de de ez, ez nagyon jó hely. Az egész ötlet onnan indult ki, hogy... Sudár Anna Mária a vershaza kiállításnak az egyik kurátorra kért tőlem egy fotót, ahol nagy tömeget ábrázolnak, és ez tulajdonképpen az Aradi Szabadságszobor leleplezésének az ünnepe volt, és ennek a fotónak két eleme, a két szélső eleme kikerült az oszlopra, a vershazába, a két oszlopra. És akkor mondtam az Anna Máriának, hogy hát mi lenne akkor, hogyha a közepét is végre kiraknánk, tehát látnánk, hogy ez, ez a fotó eredetileg ez hogy, hogy, tehát így egy egységé válna, és egyúttal összekötni a vershazával is, és akkor így az Aradi Szabadságszobor leleplezés ünnepének a középső eleme, tehát maga a, a leleplezés, a szobor, kikerült a, oda a Kossuth, egy Shakespeare ház mögé, mert egyébként Shakespeare háznak hívjuk ezt a szekrényt mint egy ilyen ö, takaró ellen, vagy nem tudom én minek nevezzük. És ö, viszont, hogy hogy kötődik ez kosuthoz Ugye a kiállításban, az eszencia kiállításban az audio részében meghallgatható kosút hangja. 1890-ben mondta ezt ö, egy fonográfra, ezt a hangüzenetet, és hát az aradi Szabadságszobor leplezésére tehát adódott az is, hogy ez összekötődik kosuttal. Az idézet maga, amit kiválasztottunk erre a falra, az viszont összeköti ezt az eseményt, kosut hangját a szózattal, hiszen kosut a szózatból idéz egy részletet, ez is kikerült a falra. És hát akkor most már, ha kosútnál tartunk ennyire, akkor szerettük volna azt is megjeleníteni, ugye ez a Shakespeare ház lényegében egy figyelemfelkeltő, egy emlékjel, egy kosút emlékjel. Ugyanaz, mintha sétálnánk az országház előtt, és ott van a Kossuth szobor, vagy bárhol, a bármelyik városban ott van egy Kossuth szobor, ez is egy Kossuth emlékjel. Ez, ez arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet, hogy a Nemzeti Könyvtárban őrizzük Kossuth Lajos Turini könyvtárát egyben tartva, és ennek a, ez a Shakespeare háza részese. Kossuth, amikor börtönben volt, itt a Budai várba, akkor lényegében tökéletesítette az angol nyelvtudását, ráérő ideje volt bőven, tehát angolul tanult intenzíven. Előtte is tanulgatott ő angolul, tehát volt egy ilyen indítatása, de a börtönévei alatt tökéletesített az angol nyelvtudását, és valóban erdetibe olvasta Shakespeare-t, meg más angol írók műveit is, természetesen szótár segítségével, meg egy nyelvtan segítségével. Majd, amikor a történelmi események úgy hozták, hogy ő már emigrációba, ugye törökországi számüzetéséből kikerülve, eljutott Londonba, ott nagy ovációval fogadták a tömegek, tényleg széles néptömegek, és angolul szólalt meg. Na most ettől nagyon meglepődtek, és hát nem akármilyen angolt használt, nagyon választékos volt a az angol tudása, az nem igaz, hogy nem értették meg, tehát ez egy ilyen népi legenda, hogy ugye azt mondták a tömegben az angolok, hogy milyen szépen beszél Kossuth, és ez a magyar nyelv mennyire hasonlít az angolhoz, tehát ez nem igaz. Megértették őt, korabeli újságból ez nyomon követhető. A retorikája meg hát az egyértelmű, tehát ismert Kosutnak a tudása ilyen, ilyen értelemben. Uh, és hát természetesen megkérdezték rögtön, hogy hogy tanult meg ilyen jól angolul, és akkor ő vérbeli politikusként egy mondattal válaszolt, az így hangzott, hogy börtönéveim alatt Shakespeare-t eredetibe olvasva tanultam meg angolul. Ez a mondat így egyben nem igaz, de nagyon jól hangzott, és hát volt igazság alapja. Ez is... Uh, a lényeg az, hogy ez annyira összekötődött kosuttal, tehát ez egy toposszá vált ez a mondat, hogy halálakor, ami jó pár évtizeddel később következett be, az angol lapok akkor is úgy emlékeztek meg róla, mint aki Shakespeare-ből tanult meg angolul. Na, a lényeg a befejezve vagy összekötve, a, elment aztán Amerikába egy fél éves körútra, és visszatért Angliába, és addig egy gyűjtést szerveztek az angolok, egy ilyen pennés gyűjtést, ami meghirdették, hogy mindenki egy pennit adakozhat, ezt el két célt értek el egyszerre. Az egyik az, hogy így ki lehetett mutatni, hogy hányan adakoztak, 9000 valahány százan, és a legszegényebb népréteg is adakozhatott, mert egy pennit mindenki tudott adni, és ebből az összegyűlt pénzből készítették el ezt az ajándéktárgyat számára, tehát ezt a dobozt, és a benne lévő Shakespeare összes művei az akkori kiadás díszkötésbe, bőrkötésbe helyezett, és kosut családi címerével a borítóján. Tehát ezt kapta ajándékba kosut egy nagy díszvacsora keretében. Elindulunk fölfelé a kiállításon, a lépcsőn két fadrusz szobor között közül megemlítem a kiállítás többi kurátorát is, Zsupán Edina, Szlovák Márton, Földesi Ferenc, és Sudár Anna Mária le kell volna kezdenem. Fölmegyünk a hatodik emeletre, ami egy hatalmas tér. Amikor belső építés szemével egy hatalmas tér, az sokkal több lehetőséget ad bármi megvalósítására, vagy korlátozza a, az elképzeléseket. Hiszen meg kell tölteni ezt a hatalmas teret, ami egy szekrény szekrénynyel elkezdődik megtölteni, de önmagában az egész egy hatalmas tér, amit, amivel valamit kezdeni kell. Én meg egy picit vissza az időben. Én építészként kezdtem el kiállításokat tervezni, mert én valamiért úgy éreztem, hogy engem érdekel az, amikor egy kis tematika is fűződik ahhoz, amit csinálok. Tehát nem csak tereket tervezek, hanem, hanem valami történetet is köré lehet kerekíteni. És valójában engem sokkal jobban izgat az, amikor egy meglévő, meglévő teret kell belakni és nem én alkotom meg a teret. Ezt valaki lehet, hogy korlátként éli meg engem, ez általában inkább inspirál. És ez a nagy <laughs> előtér már a korvina kiállítás idején is elég inspiráló volt, hogy a valamit kezdeni kéne, és itt az akkori csapat állt elő azzal az ötlettel, hogy egy az ahhoz a kiállításhoz kötődő grafikával kerüljön fel egy ilyen valami vászon valahogy, a mennyezetre, mert hogy ez egy ilyen, hát nem szép szóval élve, egy hodály. És, és akkor, akkor, már elindult ez a gondolkozás, és ezt a, ezt a vásznat most is megőriztük, tehát magát a lépcsőteret, ezt egy kicsit szelidítettük ezzel a, ezzel a lépcső fölé vászon nyomattal, ami most aktuálisan Széchenyi alapító, tehát a könyvtár alapító okirata felnagyítva, tehát kötődik a kiállításhoz ismét. És hát a felső tér is egy ilyen nagyon üres, nagyon rideg, márvány tenger, és olyan adottságokkal, amilyeneket, tehát egy rendkívül töredezett tér, nagyon sok átjáróval, oszlopokkal, zigekkel, zugokkal, de hála Isten, ahogy a kurátorok nekem átadták az anyagot, már indikálták, hogy hogy szeretnék ott a, a tematikát csoportosítani, és hat témakört találtak ki, tehát adódott a lehetőség, hogy ezt a teret valahogy egy kicsit lakhatóbbá, élhetőbbé tegyük. Ez mindig egy kicsit nehéz feladat egy olyan térbe kiállítást tervezni, ahol egyébként zajlik az élet, tehát ez nem egy kiállító tér. Tehát más eszközökhöz kell nyúlni, nem, nem, nem lehet ilyen harsány, és nem is, a téma sem igényili, de hogy egyébként is ügyelni kell arra, hogy az itt dolgozó kollégák, akik ott napi szinten használják a tereket, is jól érezzék magukat, jól érezzék magukat az ide látogató, hirtelen végszaladó turisták, az elmélyülni vágyó látogatók, a csoportok, tehát hogy nagyon sok a szempont, tűzvédelem, menekülési útvonal, stb. stb. De próbáltuk úgy intézni, hogy mindez a sok nehézségnek tűnő szempont, ez tulajdonképpen, hogy erősítheti a koncepciót, és ezért aztán ebből alakult ki az, hogy a két nagyobb tér, illetve az egy nagyobb tér, a díszterem előtti tér lett az alapítók tere, ahol a, ahova került ez a szécsényi szekrény, Széchenyi, a, maga a szekrény nem szécsényi volt, az egy 2000-es években készült szekrény, de a benne lévő könyvek azok bizony szécsényi tulajdonában voltak. Tehát egy nagyon érdekes látvány, és ez az a szekrény, amiről mindenki azt gondolta, hogy kisebb, hiszen egy szűk folyosón volt látható mindig ilyen rövidülésben, és most azt kérdezték a kollégák, hogy vajon hány elem készült még el, hogy ez ilyen nagy lett, nem lett nagyobb, de nagyon szép, tehát nagyon látványos a lépcsővel szembe. A vele szemben lévő oldalon pedig a korvina kapott egy korvina emlékfalat, vagy egy díszfalat, amit ismét Zsupán Edina ötöztetett föl a Takács Tamás grafikus segítségével, őt is említsük meg, mert ő nagyon sok ötletet, energiát tett ebbe a kiállításba szintén. Tehát itt is ismétlődik az a, az a két tartó amit a bejáratnál már elmondtak a kurátor kollégák, hogy honnan is indultunk, de itt ezt bővebben van, volt lehetőség kifejteni és a kettő közötti sokoszlopos közlekedő teret pontosan hat oszlop köz határozott meg, és ide tudtuk elhelyezni azokat a tartalmakat, amiket a, amik arról beszélnek, hogy mit őriz a Széchenyi könyvtár, és milyen formában. És hát itt természetesen az én dolgom mindig az, hogy azt a lehető maximális mennyiségű tartalmat helyezzük ki, amit ők szeretnének elmondani, elmesélni, megmutatni. Ez a hat tartalom a kópia, ami a másolatokról szól, a kód a kultúránkat hordozó jelrendszerről, a matéria az pedig amíg a dokumentumok, amikkel megjelennek ezek a anyagok. Vizuális, ugye ez egy egyértelmű dolog, és a audio, amit István is említett, a kosút hangja is itt hallható. De a hatodik pedig a autográfok, a, a kéziratok, amik Földesi Ferenchez tartoznak. A matéria tartozott hozzá, ugye, a, a, ebben a, a körben. Ez, ez, hogy képzeljük el, hogy ez a hat téma kör közül azt mondták, hogy István tél a matéria, a többi a miénk? Előjáróban azt szeretném mondani, hogy két szakmai segítségem is volt a, ennél a kiállítás résznél, Tóth Zsuzsa és Vilcsek Andrea restaurátorok. Vilcsek Andrea a falon lévő szövegek megfogalmazásában nyújtott segítséget, Tóth Zsuzsa pedig az érintőképernyők tematikájában. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik az itt nyújtott segítségüket. De hát úgy lehetne mondani, hogy a, a hármas egység uralja, ami a hordozók, az információhordozók hármas egysége, ez a papírus pergamen papír, papíruszból viszonylag kevés dokumentum van a házban, de elmondható, hogy van, egy, van két papírus töredékünk a kézirattár gyűjteményében. Természetesen ez nem hungarika dokumentum, de valószínűleg egy hagyatékból került be, és itt őrizzük. Bocsánat, át, a tegyük helyre, jó? Hogy mit égen. jelent a hungarika? A hungarika fogalma, ugye ez lényegében, ha kitekintünk egy kicsit, és szélesebb kontextusban nézzük, tehát a a világ könyvtáraiban minden országnak van nemzeti könyvtára, és minden ország nemzeti könyvtárának az alapgyűjtőkőre a patriotika. Tehát a nemzeti irodalom, a saját nemzeti irodalmának gyűjtése. Ez minden ország a saját nemzeti irodalmát, hát általában latin elnevezéssel illeti, tehát például az angolok britannikának hívják, a franciák gallikának, és mi magyarok ezt a patriotika irodalmat, ezt hungarikának hívjuk. Tehát lényegében azt akarja, hogy a, a, nemzeti irodalom gyűjtése. Na most ennek négy ismérve van. Az első az a nemzeti impresszumú művek, tehát az azt jelenti, hogy amit Magyarország területén jelenik meg. Ugye erre köteles példány rendelet, tehát köteles példány jogunk van, a Széchenyi Könyvtár megkapja ingyen a nyomdáktól azokat a példányokat, amiket itt nyomtatnak Magyarországon. És akkor van még másik három ismérve, nyelvi, a személy és a tartalmi hungarika, ez már azt jelenti, hogy bárhol a világon magyar vonatkozású dokumentum jelenik meg, ugye magyar nyelven, vagy magyar szerzőtől idegen nyelven, vagy bármilyen nyelven, idegen nyelven, de magyar tartalommal, tehát Magyarországról szól, Magyarország történetéről, akkor ezt megpróbálja meg a könyvtár. Ebben a hat részben mi volt a legnagyobb kompromisszum? Arra gondolok, hogy van egy szöveges rész, amit ki szeretné írni a kurátor, vannak képi anyagok, amit meg szeretné jeleníteni, vannak az installációk. Ezt hogyan működik ilyenkor a belső és a kurátor együtt? Hát tartalom, Mit Tartalomhiány hiány soha nincs ebben az intézményben, hál' Istennek. Mindig inkább több van, mint, tehát amit el szeretnének mesélni. Hát abban, abban tudunk együtt, tudtunk most itt nagyon jó együttműködést találni, hogy a, egyrészt az érintőképernyők nagy segítséget jelentenek, hiszen azokban gyakorlatilag végtelen tartalom tölthető, tehát ez egy nagyon jó dolog. Az elmélyülni vágyó látogatók leállhatnak, és ott akár órákig lapozgathatnak. Illetve a, a két oldalfalra olyan, olyan elemeket találtam most ki, Amikre nagyon sokat lehet írni, hiszen két oldalt felnagyított könyvlapok lógnak a falon, és hát erre akár padlótól a tetejéig lehetett szöveget elhelyezni, ami nagy segítség volt, én azt hiszem, hogy ott aztán tényleg lehetett írni bőven. Hát ez mindig egy ilyen, ilyen mérlegelés. Itt a grafikus szokott nagyobb, nagyobb feladatot kapni, hiszen neki kell ezeken az adott felületeken elhelyezni azt a tartalmat, amit a kurátorok szeretnének, aztán kér egy kis húzást. Olyan, még nem hiszem, hogy előfordult, hogy kért még szöveget. A színek kialakítása az, az kinek a feladata? Hát a, a színek azok gyakorlatilag az a jó, hogyha erősen kötődnek. Tehát azon kívül, hogy itt van egy kurátori történet, akkor jó, én azt gondolom, egy kiállítás, hogyha van egy vizuális története, mert lehet, hogy azt valaki így nem tudja elmondani, amikor innen kisétál, hogy itt volt egy vizuális történet, csak azt tudja, hogy ő itt valahogy jól érezte magát, és így eltalált a kiállításban, tehát nem veszett el, nem, nem, nem indult el rossz irányokba. És én azt gondolom, hogy ennek az a kulcsa, hogy legyen egy nagyon erős vizuális történet, amit egyébként általában párhuzamosan dolgozunk az elején, tehát a kurátorok dolgoznak a, a tartalmi történeten, én, én építek egy vizuális történetet, és itt az eszencián konkrétan a, a történelmi korokhoz kötöttük a vizuális megjelenést, és ez kötődik a színek kérdéséhez is, mert a korvina időszakot azt egy lila bársonnyal és a korvinákban látható kézi, írás képpel jelenítettük meg. A, a időszakot azt a szécsényi alapítókirat bíbor borításával és szécsényi kézírásával, és a, a hat témakör pedig egy ilyen későbbi korokat idéző, már nyomtatott szövegek betűtípusával dolgozik, és a vászonkötésnek a mintázatával és ezzel gyakorlatilag rendet csináltunk a kiállításban, tehát van egy teljesen követhető rendszer, és ezeket az elemeket, amiket gyakorlatilag mi teljesen szabadon így egymásba folyattunk, tehát a kötésen megjelenik a betű, a, a, a papírlap nagyobb, a betű nagyobb, vagy, tehát hogy lépteket váltottunk, összekevertük egy kicsit a dolgokat, de hogy valahol mégiscsak ezek csinálnak rendet, tehát a színek így alakultak, a korvinalila, a szétsennyi víbor, és egy olyan antracit szín, amit egyébként a vászonkötéseken valóban megjelenik, és, és jól összeköti ezt a két egyébként markány szint. Egy nagyon nagy adosságot törlesztett most a könyvtár, hiszen a könyvtár a felköltözése kor már 1960-as években elhatározta, hogy itt egy állandó kiállított ér lesz ezen a szinten, méghozzá egy írás- és könyvtörténeti állandó kiállítás, be integrálják a korvinákat is, és sajnos ez nem valósult meg. Tehát most az a pillanat, amikor valóban megvalósul, és én szerintem eleink is pont azt látták, hogy ez egy olyan nagy és sivár tér, amit muszáj belakni valahogy, mert egyébként hát nem mutat jól. Vagyis, hogy nem, nem az, hogy nem mutat jól, barátságtalan. Építész körökből hallottam én egy ilyet, és ez nagyon pejoratív, de azért itt lehet, hogy el tudom mondani hogy ugye ez eredetileg az épületnek az egyik legdíszesebb része volt a központi lépcsőház, egy páncélüvegtető világította meg, tehát természetes fényt kapott fölülről. És amikor átalakították a könyvtár számára, akkor nagyon sok mindenről le kellett mondani, például ennek a lépcsőháznak is levágták, tehát félbevágták ezt a lépcsőházat. Ugye a katalógus terünk van most fölötte, tehát elzárták a fölső világítást, és hát az akkori technológiát tették bele, tehát szovjet műmárvány, a szürke márványok, úgyhogy az építész körülbelül én hallottam ilyet, hogy úgy nevezték a központi lépcsőház helyett központi ravatalozó. És én szerintem ezt, ezt a ravatalozó jelleget sikerült most teljesen megszüntetni, tehát feloldani ezzel. A, a tér az, az most már élővé vált, és tényleg a, a turisták számára is, tehát a Uh, az itthoni uh, turisták és a külföldi turisták számára is egy, egy látogatható, tényleg élvezhető térré vált. Bocsánat ezért a kitérőért. Az első podcast után kaptam egy olyan kritikát, hogy lóhúgrásba haladunk néha, hogy előbb az István megzavartam a hungarikán a uh, szólnak a magyarázatával, hiszen fontosnak tartom, hogy mondjunk uh, olyan könyvtári szakszavaknak egy magyarázatot, de a matériánál hagytuk még, vagy papíriszoknál tartottunk. Itt figyelembe veszed azt, hogy a gyűjteményben mondtad, hogy két papíros van, és sokkal több papír, papírosnak ezer fajtája van, hogy ezt mind meg tudját mutatni ebben a részben, vagy mondjuk a kedvenceidet választottad ki. Hát volt szubjektivitás benne, ez kétségtelen, de igazából itt a, az volt a cél, hogy a, az információ hordozókra világítsunk rá, és hát kezdtem a papírosznál, ugye, mint a legrégebbinél, de eljutunk majdnem a legmodernebbekig. Tehát a két tárlóba az egyik egy, úgymond, hagyományos hordozó, információ hordozó tárlója, tehát itt vannak a pergamenek meg a, a, papírok, a másik pedig a úgymond nem hagyományos régebbi nevén, ahogy a könyvtárban szokás volt mondani szaknyelven, audiovizuális dokumentumok hordozói, tehát a magnoszallaktól kezdve egészen, a, de gramafon lemezek és egyebek, tehát itt eredeti tárgyak Láthatok, mert egyébként az állandók kiállítás egészébe eredeti dokumentumokat nem tudtunk kirakni, hiszen hosszú távra nem lehet a állományvédelem szempontjából. Ezek a tárgyak olyanok, amiből volt fölös példány, de hát nem... Nem, nem kár értük, meg talán jobban bírják is a gyűrödést. De a lényeg az, hogy itt a hordozókra akartuk helyezni a hangsúlyt. Hát azért mondom, hogy majdnem a legmodernebb időkig, mert azért mondjuk egy, nem is tudom, egy pendrive lett volna még jó ott kirakni, tehát igazából a, digitális kort már csak a CD-k fémjelzik, tehát CD-k után már, CD-DVD után már nem raktunk ki dokumentumokat, de a leírás tartalmazza, hogy a digitális információ hordozókat is egészen a, a Spitzbergákon 2021-ben elhelyezett biztonsági másolatokig bezárólag. És hát ami visszatérve csak egy annyi, hogy akkor a igen, a szubjektivitás benne volt, de igazából megpróbáltuk úgy, úgy bemutatni információhordozókon keresztül olyan dokumentumokat, amik valamilyen szempontból egyediek, és itt törzi a könyvtár. Tehát itt egyre utalnék csak, a sejemre nyomtatott színlapok és a sejemre nyomtatott újságunk is van, sőt egy Seyem borítású könyvünk is van, amelyik Erzsébet királyné tulajdonában volt, és Erzsébet királyné gyászruhájából készült. Tehát ez is egy információhordozó maga a sejem, amit nem sokan gondolnánk. Most végig végigmondani, nem szóltam közben a fölös példánynál, hiszen te a fölös példány csoportban kezdted itt dolgozni. Akkor a még központ volt. A, fölös a pélnálló pélnálló központ. E mi az a fölös példány? Hát azért a neve valamennyire elárulja, tehát az a példány, amire már nincs szükség. Akkor miért van itt? Hát ez nagyon jó kérdés. Ha a szakirodalmat fellapozzuk, akkor azt lehet, azt lehet olvasni, hogy a fölös példánytól minél hamarabb meg kell szabadulni. Mert ha már nem kell a könyvtárnak, akkor, akkor tényleg miért van itt? de hát ez nem volt soha olyan egyszerű, úgyhogy amikor létrejött ez az osztály az intézményen belül, akkor hatalmas könyvforgalmat bonyolított le, az ország összes könyvtárainak a nem kellő dokumentumait befogadta, és ezt egy tipikus jelenség, ami nem kell egyik könyvtárnak, az nagyon jó egy másik könyvtárnak és egy ilyen cserekereskedelmet folytatott le. Tehát egy ilyen koordináció irányító logisztikai szerepet játszott ez a Fölös Példány Központ. Fénykorába több mint 30-an dolgoztak ott, és hát hadd ne mondjam, hogy az első osztályvezető Borsa Gedeon volt. Úgyhogy azért nagy nevek, sőt másik nagy név Vix akik később mind a ketten olyan nagy nevek, akik a könyvtáron belül a régi könyvekkel foglalkoztak, a, az államostott könyvek mentésével például. Borsagadeon nemrég halt meg, lesz a leírásban link, akit érdekel Borsagadeon további információkról. A kiállításról azt gondolja az ember itt a, a kulturális kiállítások kapcsán, hogy az a fő célja, hogy minél többen eljöjjenek, megnézzék, megnézzék a gyűjteményt, a gyűjtemény mélységét. Ugyanakkor a belső építész az nem csak kiállításokat tervez, másféle e, munkákat is végez. Mária egy ilyen kulturális kiállítás, kulturális mondani való kiállítás. Mennyivel másabb, mint egy for profit, akik for profit szférának szóló, akár egy installáció, egy, egy nemzetközi vásáron, vagy bármi, amikkel még egyéb dolgokkal is foglalkozó. Hol, hol áll ez a szerep? Főleg annak tudatában, hogy hol áll ez a hely, a Nemzeti Könyvtár, hogy öt éve lassan már itt meghatározod a, a képét a könyvtárnak. Na, hát ez egy kicsit azért túlzás, de ez érdekes dolog, mert én építészként kiállításokat tervezek valóban szinte mindenféle for profit szervezetnek, cégeknek, és ha nagyon a gyökerét nézzük a feladatnak, akkor nem más, mert mind a kettő, vagy a minden, minden esetben a láttatás a feladat. Tehát nekem az a feladatom, hogy azt, aki be akar mutatkozni, azt úgy mutassam be, hogy aki látja a bemutatkozás, az valóban azt a képet kapja, amit a láttató láttatni szeretne. Tehát ilyen módon ez teljesen ugyanaz. Természetesen az eszközök válogatásában nagyon nagy a különbség, mert nem mindegy, hogy mit mutatunk, és hogyan. Illetve a kereskedelmi jellegű kiállításoknál is én már nem azzal a feladattal szembesülök, hogy azt mondják nekem, hogy jöjjön be ide több ezer ember. Tehát az egy másik időszak, az egy ilyen kereskedelmi marketing tervezés, aminek én nem vagyok része. Az én feladatom az, hogy amikor ez a döntés megszületett, hogy XY cég beszeretne mutatkozni, mindegy, hogy hol, akkor az hogy történjen. És ott ott nem kurátorokkal dolgozom együtt, hanem a marketing osztályjal, a kereskedőkkel, akik elmondják, hogy mit szeretnének bemutatni. Tehát tulajdonképpen, ha nagyon az eszenciáját nézzük ennek a dolognak, akkor az gyakorlatilag ugyanaz. Nyilván nemesebb feladat középkori kódexeket bemutatni, tehát egy más élmény volt látni például a világ minden tájáról érkező védett, óvott korvinákat, de még most is itt is, bár itt nincs eredeti dokumentum az essencia hatodik emeletén, de, de ez nekem mindig egy új élmény, hiszen itt rengeteget tanulok a kurátor kollégáktól is. Tehát, hogy igen, ez a, ez a láttatás, hogy ha itt valaki elsétál az intézmény előtt, és ide bejön, és akárhány perce van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy mindenkit ki tudjunk szolgálni. Azt is, aki csak be, besétál ide, mert neki indul a repülője, vagy a nem tudom a vonata, a vidékre, és bejön egy fél órára, és kap egy benyomást, hogy mit is őriz ez a hatalmas épület, mi van itt, és lehet, hogy legközelebb visszajön, és akkor már több időt tud eltölteni. Vagy azt is ki tudjuk szolgálni azokat a gyerekeket, akik csoportként jönnek ide, és kapnak egy élményt, ami miatt majd ide vagy visszatérnek, vagy elindulnak valamerre az életben, illetve azokat is remélhetőleg valamilyen módon ki tudjuk szolgálni, akik mélyebben érdeklődnek egy bizonyos témakörben. Tehát ez a, ez a feladat. Tulajdonképpen a külföldi turistáknak most volt a fő próbája a március 15-i -e nyílt napunkon, ugyanis ez a kiállítás ugye november 25-én -e nyílt meg, és most volt az első olyan alkalom, amikor megnyitotta a könyvtár úgy a kapuit, hogy bárki bejöhetett, tehát a forgóvillák le voltak csapva, és valóban özönlöttek a turisták is. Most a belföldi és külföldi turisták egyaránt, hiszen március 15-én nagyon sokan jönnek fel vidékről, és itt a Budai Vár, ez egy kiemelt terület, ahol azért nagyon sok látogató megfordul, és azért nagyon remekelt, tehát ez a kiállítás, ugye mivel kétnyelvű, angolul is Megkapja a látogató az információkat, és önmagáért beszél. Tehát nem kell különösebben bemutatni, ahogy mondta Mária is, akinek 5 perce van, az 5 percet bóklászik, de az, az is jellemző volt, és itt főleg a külföldi turistákra gondolok, hogy idegen nyelven, de több időt töltöttek el, mint ahogy az ember gondolta volna. Tehát egyszerűen akár órákat is elbokláztak, és valóban ez az egyik lényege, hogy szabadon bejárható legyen ez a két szint a látogatók számára. És ez, ez mondom, március 15-én ez primán megvalósult. Hát ezt mindig öröm látni egyébként, tehát hogy ezt nem kérdezted ugyan, de elmondom, hogy ugye én, amikor elkészül a terv, megépül a kiállítás, akkor gyakorlatilag hátrébb lépek, hiszen a terep onnantól a, kurátori vezetéseké, meg a látogatóké, de mindig nagy öröm látni a Facebook és a social media oldalakon azt a tömeget, aki ide eljön, hogy ezt megnézze. Tehát, hogy is ezért dolgozunk. Tehát, hogy nem önmagunknak szeretnénk valami szépet csinálni, hanem az az öröm látni, amikor a gyerekek fürdöznek a fényfestésekben, amikor a fiatalok hallgatják kosút hangját a fülhallgatóban, amikor látott, hogy valaki bogarász az érintőképen. Tehát, hogy ez az egész, amit én csinálok, ez tulajdonképpen egy egy, egy ilyen szép alátétje annak a tudásnak, amit aztán megmutatunk. Én ezt így, így látom. Március 15-én sokan voltak a Nyílt napunkon, milyen közvetlen visszajelzést kaptál ott? Nekem mindig tetszenek a, ezek a speciális kérdések, amikor megkérdezik, hogy egy korvinából biztos, hogy csak egy van. Tehát ilyen, ilyen típusú. Igen, én, én nagyon szeretem, megmondom őszintén, a laikus kérdéseket, mert az az érdeklődést mutatja. Tehát én nem szoktam zavarba jönni, múzeum éjszakája a legjellemzőbb, akkor szoktak a legaranyosabb kérdések elhangzani, a leggyakoribb az mindig a tűz. Tehát, hogy volt-e tűz, nem lesz tűz, mire védekezünk, ez, a, ez, a, ez egy, egy standard. De valóban elszoktak hangzani olyan kérdések. Nem a kérdésekkel van a baj, én szóval azért mondom, mondom, én örülök a kérdéseknek, mert arra lehet válaszolni, és a választ őszinte érdeklődéssel hallgatják meg. Én mindig azt tapasztalom ilyen nyílt napokon, hogy azok jönnek ide, akiket érdekel. De ha véletlenül valaki betévet, az is teljes nyitottsággal téved be, és plusz információval távozik mindenképpen. Úgyhogy nekem a visszajelzések azok, azok mindig pozitívak, most is nagyon pozitív visszajelzések voltak. Egyet tudsz kiemelni? most legyek kicsit nagy képű. Igen. Kérem. Három, három vezetésem volt, és mind a háromszor megtapsoltak. Tehát Minden. ez. Most ez, ez, egy közvetlen visszajelzés. Tehát ez, de nem magam személyére, én szerintem, hanem a, az a rengeteg információ, amit a könyvtár itt magába rejt, az ilyenkor egy kicsit így felszínre lehet hozni, egy kicsit a közönség számára előre lehet vetíteni. Nyilvánvaló közrejátszik az is, hogy hogy adja elő az ember. Én is szoktam fáradtabb lenni, indisponáltabb, nyilván akkor kevésbé sikerül, akkor haragszom is nagyon magamra. Amikor kicsit jobb a hangulat, akkor jobban sikerül, hogy összeszedettebb vagyok. A lényeg az, hogy mindig a megfelelő csoportnak megfelelő módon. Tehát ha gyerekek jönnek, akkor a gyerekek nyelvén, tehát mindig az annak a közegnek megfelelő módon kell rezonálnia a csoportokra, és nagyon hálásak akkor. Egyébként ez az érdeklődés korábban indul, mert azt azért említsük meg, hogy ezeket a kiállításokat óriási technika is távépíti, és ők is rengeteg munkát és tudást hoznak, mert az ő anyagismeretük, meg az ő, az ő tapasztalataik is nagyon fontos részei annak, hogy a végeredmény olyan, amilyen. És ők is rendkívül módon az utolsó napokban, amikor már kikerülnek tartalmak, annyira jól látni, ahogy olvasgatnak és érdeklődnek például a Korvina kiállításban a kvízt, a Korvina falon a kvízt vidáman nyomogatták, mindenkit kérdeztek, hogy neked hány pontod lett. Tehát, hogy érdekli az embereket, igen, és hogy több olyan ember is jött ide, aki azt mondta, hogy én azt hittem, hogy ide be se lehet jönni. Tehát, hogy kezd föloldódni ez, a, ez az elefántcsontorony imidzse ennek az intézmények, ami szerintem nagyon jó, hogy, hogy ide be lehet jönni lehet megérteni, megtanulni, megnézni, meghallgatni nagy tudású embereket, szóval ez egy nagyszerű dolog. Van olyan része a kiállításnak, nem tudom, hogy a kérdésnek van egyetlen értelme, amit megváltoztatnál. Hát, ha körbesétálok, akkor csak azt látom, hogy mit csinálnék más, hogy mindig valamit. Akkor nyilván, akkor mindenhol, minden, minden egyes installációdán, vagy belső építészeti dolgozni, hát így van. Hát ez, ez, ez így normális, van, így, így épül. Az, az, az építész így működik, nekem vagy nálam sokkal nevesebb, és főleg tapasztaltabb kollega mondta azt, hogy ő olyan rosszul szokta érezni magát a megnyitókon, mert nem tud sehova nézni. A és ez így van. De hát ez, ebből tanulunk, és aztán a következő munkán ezt, azt a hibát már nem követjük el. Én azért remélem, hogy óriási hibákat itt se vétettünk, de nyilván vannak tapasztalatok, és hát vannak korlátok, szóval azért azt is tudni kell, hogy nyilván az embernek vannak elképzelései, meg álmai, meg gondolatai, de hát a realitás az fontos dolog, és itt ilyenkor az anyagi vonzata is, tehát nem a matéria, hanem a, pénzügyi szempontokat is figyelembe kell venni, tehát nem lehet korlátok nélkül álmodozni, de ez így szép. 32 éve vagy itt, mert többször említettük, erdélyi referensként a, a, gyarabítási és állomány nyilvántartó osztályon van-e terve, van, van a fejedben valami elképzelés, hogy erről a erdélyi dokumentumanyagról valami kiállítást esetleg Máriával, vagy, vagy csak önállóan egy megvalósítasz? Hát ez az erdélyi dokumentumanyag tulajdonképpen nem egy önálló entitás. Ez be, beolvad a nagy egészbe. Tehát nekem az a feladatom ugye, hogy az ott megjelenő rendkívül sok hungarika anyagot, és itt nem csak könyvekről van szó, folyóiratok, plakátok, meghívók, bármilyen apró nyomtatvány, választási aprók, tehát ott is tartanak Romániába is választásokat, és azoknak a magyar vonatkozású anyagát ugyanúgy megpróbáljuk begyűjteni. Hát ezek bekerüljenek a könyvtárba. Amikor ezek bekerülnek a könyvtárba, akkor lényegében a, az állományába kerülnek a könyvtárba, nem őrizzük külön. A megfelelő helyre, tehát a törzsgyűjteménynek a részévé válnak. Lehet ebből tematikus kiállításokat szervezni, mint ahogy volt is itt rá példa a könyvtárban, például az Erdély Múzeum Egyesület kiadványainak, amikor évfordulója volt az Erdély Múzeum akkor, akkor egy, 150 es akkor egy, egy, egy nagyszabású, hát idézőjelben nagyszabású kiállítást rendeztek, ahol bemutatták a kiadványaikat a kezdetektől napjainkig. Tehát ilyen, ilyen tematikus jelleggel lehet természetesen, és, és többször volt rá példa a Még konkrétan most nekem még nincs a fejembe, de most adtál egy ötletet, majd gondolkodom rajta, hogy... Igen, szeretek részt venni majd abban ja. is, ahogy ebben a eszencia kiállításban részt vettem. Hát köszönöm szépen akkor a, a beszélgetést. Az eszencia kiállításunk az egy állandó kiállítás, tehát lehet bátran jönni én most a 216-os busszal jöttem, ez egy új busz, ami a Deák tértől egészen a, a liftig eljön. Nincs még vége a mai podcastnek. Amikor véget ér egy ilyen felvétel, akkor megbeszéljük, hogy mi volt jó a műsorban, mi volt rossz, mi maradt ki, mivel lehetne még jobbá tenni a következő műsort, ki hogy érezte magát. Elkezdtünk beszélgetni az ötödik emeleti könyves polcról, amely kiállításnak egy szerves része, ahol a Látogatók levehetik a könyveket, visszarakhatják, óvasgathatják, tehát ott működhetnek egy könyvtári térben. És aztán egyszer csak a kurátor, Elbe István megkövette a kiállítás építészét. Egyeztettük ezt a részletet, hogy ezt is közzéadjuk, úgyhogy következzen Elbe István. Egy, egy gondoltam, hogy elmondod, ezt nem tudom elmondani. Vagy ami esetleg kimaradt benned? Én, hogy nekem volt egy ilyen, de, de ezt nem mondtam hmm. el, nem akarok belebanyulodni. mert Ez ennek... A Márjával egy surlódási pontunk Hú, volt. Alig uh, ez, de ez de izgalmas de volna. Ugyanis kitaláltak, kitaláltak nagyon jó dizájnt az ötösön az Európa Ege alatt kiállításra, és a megvalósításnál ott az volt a surlódásunk, hogy eredeti könyveket raknak ki. Hmm. És én állandó azzal voltam, hogy na, ezt úgy fogják onnan elvinni, ahogy van. És nem. És nem. Na most ez két dolgot vetít. Egyébként nem hivatalosan élettem a visszatöltője ellen, vállaltam magamra. Tehát én te igen, igen, nem tudom. A igen, nem, 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 csak azért. Hát egyébként egy izgalmas dolog, mert én ezeket a könyvmegállókat nagyon izgalmas dolognak tartom. Tehát amikor ezek megszülettek, mit tudom én hány éve ezelőtt Angliában, vagy nem tudom én hol kezdődött, az már egy 10-20 éve legalább, amikor mm. a telefon Na, és akkor, tehát én ezt egy izgalmas dolognak tartom, hogy, hogy elveszítesz egy könyvet, és a másik megtalálja, azt találja meg, akit jobban érdekel. Tehát aki elvesztett, az már kevésbé érdekli, vagy... És ez egy hasonló. Amikor valahol azt látod, hogy rendetlenség van, rumli van, és ott látsz könyveket, akkor azt mondod, hogy... Tudat alatt akár, hogy kimenek itt a donna ah. mert nem van, legyen majd ebbe a dzsúvába. De amikor azt láttuk, hogy valami szép, rendben van, és reményeink szerint előbb-utóbb ott lesznek olyan fotelek, amik kifejezetten arra invitálnak, hogy, hogy leíjél és egy kicsit olvasgass, végül is ez egy könyvtár. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy ez megvalósult, ezen mindenki először egy kicsit így megkökkent, hogy miért csináljuk. Én azt gondolom, hogy azokat a hosszú folyosókat meg kellett törni. törni. Nagyon nem állhattunk be a térbe, mert a, ugye akkor a menekülés mm. jut meg, a nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy arra ez nagyon jó, értettem a szakmai nehézségeiteket, de hát azért... De én most meg akartalak követni. Na, de nem kell, Pont mert én le... észre se vettem, mert... hogy ezen vitatkoztam. Nem vitatkoztam, én csak elmondtam az én előrevetített, ja, amink nem jöttek be, tehát ezért Álva akartam Istennek. megkövetni. Azért egy picit lopják de ez pont az, az a finom. Az, az még jó érzés. Az a finom, és. tehát ez az, amikor tudod, egy... egy központi térről a virág ágya, a virágok letépsz egy szál virágot. Tehát az nem látszik meg annyira. Úgyhogy töltöm föl De hát mit tudom én egy, hetente egy-két könyv. Én a Matolai Katénak is már többször megköszöntem, hogy ilyen szépen föltöltötték, okay, mert tök jól néz ki. Szóval a vizuálisan is élmény, és én nagyon örülök, hogy nem nyomatokat tettünk oda könyvekkel, mert az szomorú lett volna egy könyvtárba. Igen. Nem, nem tudom, vorog-e még Ákosnál a, a maga, ja, de újra elbúcsúzok, mert lehet, hogy beleteszünk, lehet, hogy nem. Még az azt elmondom, hogy az az Sólyom a... és Ákos segítette a munkánkat. Köszönöm szépen a beszélgetést!